Üdvözlök mindenkit a Videodrom csatornán, ismét olvasó egy epizód, mégpedig Bíró Szabolcs Anzsuk sorozatának első kötete, a Lilium és Vér. Nyilván azoknak, akik kedvelik az olvasást, vannak olyan könyvek, melyeknek ezt köszönheti. Nos, nálam ezek viszonylag korán a különböző történelmi regények voltak. Sőt, később az iskolában is nagyon kedveltem a tantárgyat. Az utóbbi időben kicsit eltávolodtam a műfajtól, az érdeklődésem is más másfele kalandozott. Az olvasói és sorozat indulása kapcsán újraolvastam Bíró Szabolcs könyvét, mert mindenképpen szerettem volna nektek bemutatni. Mégpedig azért, mert egész egyszerűen imádom ezt a könyvet, ráadásul ami számomra külön pozitívum volt, hogy az újraolvasás jót tett neki. Őszintén szóval másodjára még jobban tetszett a könyv, mint elsőre. Úgy érzem, hogy a történelmi regényekkel kapcsolatban él egyfajta sztereotípia, mely szerint ezek kicsit szárazak és bőlére vannak eresztve. Nos, ezek közül egyik sem igaz bíró Szabolcs könyvére. Bár hozzá kell tenni, hogy érdekes határokat feszeget az író, ugyanis egyértelműen történelmi regényt írt, de mellette rengeteg kalandregényekre jellemző stílusjegyet is megcsillogtat. És pont emiatt mondom azt, hogy ez a könyv elképesztő módon olvasatja magát. És ez azért egy nagyon fontos dolog, mert pontosan ilyen jellegű könyvekre van szükség, hogy a fiatalokkal megszerettessük az olvasást. El kell ismernünk, hogy az emberiség, a társadalom nagyon sokat változott az évek során. Ennek köszönhetően ma már kicsit mások az olvasási igények, és ezért működik tökéletesen bíró szabolcs alkotása a mai kornak megfelelően is. Emellett nagyon jó érzés, hogy a magyar történelemről egy magyar író tollából olvashatjuk ezt a regényt. Hozzátenném, hogy Bíró Szabolcs mindössze 30 éves, és már egészen komoly regényeket tett le az asztalra. Ha már a Videodrom csatornán jelenik meg ez a bemutató, akkor azt is megjegyezném, hogy ez a könyv ordít egy nagyszerű tévésorozat feldolgozásért. Persze azt is azonnal hozzátenném, hogy ezt nem lehet apró pénzből megoldani, ezt tényleg igényesen kéne megcsinálni, ahogy a könyv megérdemli. Magáról a sztoriról nem szeretnék sokat elárulni, az 1300-as években járunk, Bátor Attila az egykori templomos lóga főszereplő. Maga a Lilium és vér cselekménye elsősorban arra van kihegyezve, hogy Csák Máté meghal, és Anzsuk szeretné elfoglalni a felvidéki 28 várat, illetve a teljes tartományát. A könyvnek elképesztően erős hangulata van, ami azonnal beszippantja az olvasót. Több szálon is futnak az események, és ami külön pozitívum, hogy ezen szálak mindegyike érdekes. Persze mindez nem működne zseniális karakterek nélkül. Úgy érzem, hogy Bíró Szabolcs külön odafigyelt arra, hogy még az egyes mellékkaraktereket is tökéletesen építse fel. Sőt, bizonyos mellékszereplőknél még azt is észrevehetjük, hogy a könyv során végig csak egy előkészítés történik. Érződik a regényen, hogy az író rendkívül alapos kutatómunkát végzett. De mindezt úgy sikerült átfordítani alkotásában, hogy akár egy szimpla, egyszerű emberből is simán rajongót csinálhat. Biztos vagyok abban, hogy miután valaki elolvasta ezt a regényt, az a minimum, hogy legalább a Wikipédián utána néz Károlynak. Az ansuk első része rendkívül fordulatos, pörgős cselekményű regény, mely néha még thriller elemeket is megcsillogtat. Ha mindenképpen hibát szeretnék keresni, akkor kettő dolgot tudnék kiemelni – egyrészt a főszereplő Bátor Attila karaktere az első regény alapján számomra még nem elég árnyalt. Néha volt egy olyan érzésem, hogy túlzottan pozitív karakter, bár azt azért hozzá kell tenni, hogy egyrészt egy lovagról van szó, másrészt az 1300-as években járunk, ahol ez még egyáltalán nem volt olyan szokatlan dolog. A másik apró negatívum, hogy ahogy a könyv borítója is hirdeti, ez az Anzsuk sorozat első része ha valaki végigolvassa a könyvet, azonnal olyan érzése van, hogy most ide nekem a folytatást. Tény, hogy maga a főszál lezáródik, de a legtöbb mellékszál valószínűleg majd a folytatásban fog megoldódni. Ha megfigyeltétek, az olvasói egy sorozatban nem szoktam pontozni a könyveket. Ennek az az oka, hogy az elejétől kezdve úgy terveztem, hogy jó könyveket szeretnék ajánlani, rosszakat minek mutassak be. A Lilium és Vért azonban különösen is ajánlom. Ennek pedig az az ok, hogy tényleg nagyon rég találkoztam olyan könyvvel, melyet nem bírtam letenni, ráadásul tiszta ideg voltam, hogy nincs a folytatás a polcomon. A könyvet köszönöm szépen az Aténeum kiadónak, ahogy megszokhattátok, a leírásban találhattok egy linket, ahonnan be tudjátok szerezni. Szintén a leírásban megtalálhatjátok Bíró Szabolcs YouTube csatornájának linkjét, ahova érdemes ellátogatni, hogyha érdekel benneteket az író munkássága. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!